próbáltunk idén változatos programokat összeállítani azért, hogy a tanszék hallgatóinak és a tanszéken kívül hallgatóknak is legyen választási lehetőségük, és megtalálják a nekik tetsző programokat. Először 10 órától Túri Ferenc tartott nekünk előadást a táplálkozási zavarokról, aki egyébként Magyarországon az egyik legnagyobb kutató ebben a témában, illetve megtudhattuk azt is, hogy a tanszékünk hallgatói hogyan tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mennyit ér a diplomájuk. Előadás volt például a családon belüli erőszakról, ami manapság egy tabu téma, éppen azért éreztük szükségesnek azt, hogy erről is beszéljünk ma. Illetve szó volt még a homoszexualitásról, levetítettünk egy erről szóló dokumentumfilmet, és a film főszereplőivel lehetett ezt követően beszélgetni többek között. Mindegyik program sikeres volt, mindegyik programon sokan voltak. Talán amit ki tudnék emelni, a Túri Ferenc előadásán a táplálkozási zavarokkal kapcsolatban ott nagyon sokan voltak, teltház volt, illetve volt egy másik programunk, aminek a témája a börtönön belüli élet volt. Börtönben dolgozó szakemberek meséltek az ottani életről, illetve az ottani tréningekről, légkörről. Ez is nagyon nagy sikernek örvendett. Így olyan programokat próbáltatok felsorakoztatni, illetve olyan témákat osztatok felszínre, ami a mai társadalmunkban tabú, vagy csak egyszerűen nem beszélnek róla. Miért éreztitek ennek a fontosságát, hogy a börtönről, a homoszexualitásról, az étkezési zavarakról, vagy épp a családon belüli erőszakról beszéljetek? Pontosan azért, mert nem beszélünk róla, és leendő szociális szakemberekként úgy gondoljuk, hogy viszont ez mégis szükséges annak ellenére, hogy nem kerül szóba nap, mint nap. A mai napon rendezzük meg még a szakestet, este 8 órától a Koli kávézóban. Fél 10-től lesz tombola sorsolásunk, ahol korábbi bulikhoz hasonlóan most is értékes nyereményeket sorsolunk ki, illetve lesz még karaoke és éjfélkor limbo verseny rendezünk. Egy előadáson részt vettem délelőtt. A táplálkozási zavarokról volt szó, egy pszichológus jött hozzánk, és ő tartott erről egy rövid előadást. Főleg az anorexiáról és a bulimiáról mesélt, hogy ez egyre nagyobb probléma a fiatalok körében, és igazából a munkájáról mesélt, hogy pszichiáterként hogy tudja ezt kezelni, és hogy mit gondol a jövőről, hogy mennyire lesz ez kezelhető, illetve megváltozik a helyzet ezzel kapcsolatban. Szerintem nagyon hasznos volt, illetve nagyon érdekes, hiszen úgy gondolom, hogyha majd diploma lesz a kezemben, akkor ezeket a dolgokat tudom én is hasznosítani, ha esetleg hasonló helyzettel találkozom a munkám során. Mit gondolsz a mai nap programjai, illetve a mai nap témái, mint az anorexia, a börtön, a családon belüli erőszak, illetve a homoszexualitás, mennyiben vesz részt a mi társadalmunkban, mennyiben van jelen? Szerintem ezek nagyon-nagyon befolyásoló tényezők, és fontos, hogy beszéljünk erről, mert a tanórák keretében ennyire nem tudjuk boncolgatni a tabu témákat, és így nagyon jó, hogy ezeket megszervezték, mert tényleg minden nap találkozunk ezekkel, csak sokan nem szeretnek róla beszélni. Ez már a második alkalom, másodéves hallgató vagyok, de nagyon jó mindig, szóval érdemes ellátogatni ide. Nagyon jól megszervezték, úgyhogy tényleg nagyon ügyesek. Lebillen a limbó léc, limbo, 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 húzd be a hasad, mert hozzáérsz, limbo, 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 reped a csőnaci, semmi gáz, limbo,